Kívánunk! Szeretettel köszöntünk titeket, és köszönöm szépen, hogy megvártatok. 7 órakor még a Szenkén voltunk, mert hogy egy madár berepült a Kemény István repülőgépének a hajtóművébe, és fél óra késéssel szállt fel Budapestről. De itt vagyunk, hogy megtörténjen ez a székelyudvarhelyi irodalmi évzáró, és szeretettel köszöntöm őket is, Filip Flóriánt, Bartis Attilát és Kemény Istvánt. Édesapámat, idős Murányi Jánost kértem meg, hogy tolmácsoljon ma este Filip Flóriánnak. Ennek ellenére ő románul fog ma felolvasni, mert hogy mindannyian tudunk itt románul, és már novemberben tervünkben volt, hogy román írót hozzunk Bukarestből Székelyudvarhelyre. Objektív okok miatt utolsó pillanatban meghiúsult sajnos ez az est Dojna Rusti íróval, és nagyon örülök, hogy úgy zárjuk az évet, hogy bukaresti szerzőt köszönhetünk. Remélem, hogy ez folytatódik is, mivel Mircea Körtărescu is megígérte, hogy eljön a jövő év első fél évében Székelyudvarhelyre. Én elsőként Filip Flóriánt kérdezném, hogy honnan a barátság Bartis Attilával és Kemény Istvánnal, a két budapesti író már elmesélt ezt az autóban. Szeretnénk, hogyha az ő variánsát is hallanánk ma este, hogy hogyan kapcsolódik a munkája a kortárs magyar irodalommal. Gondolok itt a fordításokra, hogy a Magvető kiadó két kötetét is kiadta, a Kisújjakat és a Király napjai című kötetét. Ezzel kapcsolatban kérdezném. Nasara. Păi, lucrurile au început cum nu pot începe mai bine într-o prietenie, adică nu se întâmplă de fapt nimic, dar simți că ești prieten cu omul acela de când te-ai născut, în 10 secunde, ești sigur de lucrul ăsta. Eram la Berlin cu prima mea bursă de creație, în mai 2006, eram prima dimineață acolo, la mă rog, micul dejun, abia pricepeam ce, cum. Și deodată cineva m-a întrebat, tu ești din România? Și în secunda aia s-a petrecut tot. Deci chiar n-are rău să explic altceva, fiindcă lucrurile astea se simt atât de limpede încât vorbele mai mult strică. Pe Istvan l-am cunoscut în vara acelui an, în august, când am fost în vizită la Budapesta, la Attila și acolo stând, știu, 10 zile, am ieșit de câteva ori împreună. Oricum, deja după luna petrecută atunci, în mai la Berlin, știam o mulțime de lucruri despre el, dar nu apucasem să-l cunosc. Între mine și Istvan e un mic handicap, cel lingvistic, fiindcă, din păcate, ne chinuim amândoi cu o engleză destul de aproximativă și însă, și asta e altă mare calitate a prieteniei. Ea poate să treacă și peste vorbe.
exemplu, odată, nu mai știu, în 2010, culmea, tot la Berlin, ne-am rătăcit împreună în pădurea Grunewald, unde cred că am stat 4-5 ore plimbându-ne împreună și nu simțeam că engleza asta proastă încurcă cu ceva ce aveam noi de spus sau de simțit împreună. În orice caz, astea sunt după mine un fel de daruri cerești, prieteniile de tipul ăsta. O scurtă întrebare. Deci cel care v-a acostat la Berlin a fost Bartos Attila. De unde știa că sunteți în România? Păi cred că putuse afla în orice caz, fiindcă eram la Literarisches Kollegium Berlin, care are un site foarte bun, unde plănuiesc că se putea vedea, așa cum și eu știam că el va fi acolo, putuse și el să afle la fel, dar în rest cred că după chelie și-a dat seama, plănuiesc. Alt indiciu nu văd. Bartos Attila munkája az utóbbi időben különösen szorosan kapcsolódik a színházhoz, hiszen ő most Marosvásárhelyről érkezett hozzánk, pontosabban Vásárhelyen volt egy hónapig, ahol már nem csak mint szerző, hanem mint rendező is dolgozik a színháznál. És ehhez kapcsolódna hozzá, tehát az első kérdésem, hogy konkrétan miben áll a Marosvásárhelyi Színháznál a te rendezői munkád, és azt mondtad már, hogy hát a bemutatón is ott leszel, de elmesélted nekünk a feszített munkatempót, azt, ahogy a napok teltek tehát a munkával. Ebbe egy kicsit beavatnál minket. Jó estét kívánok! Hát ez a színházas történet még az én számomra is rejtély ebben a pillanatban. Tehát annyi történt, hogy a Vásárhelyi Színházba bemutatták a Nyugalomnak a színpadi változatát, amit Rádu Afrin rendezett, és februárban vagy március elején volt a bemutató, amit én nem tudtam megnézni, tehát nem, nagyon messze voltam, akkor nem tudtam jelenlenni. És Szentgyörgyön most június elején a Színház Fesztiválon megnéztem az előadást, utána volt egy kis beszélgetés, és ezen a nagyon, azt hiszem éjfélkor kezdődött a beszélgetés, tehát elég fáradtak voltunk, ez mondjuk mentség lehet, kiszaladt a számon egy ostoba mondat. Tehát azt mondtam, hogy egyszer azért szeretnék az életben színházat rendezni, tehát kíváncsi lennék, hogy ez milyen. És akkor valahogy ez a mondat eljutott a Vásárhelyi Színház művészeti igazgatójának a üléig, és olyan másfél hónap múlva fölhívott engem telefonon, hogy ők azt gondolták, hogy meghívnának Vásárhelyre. Ők se tudják pontosan, hogy mit akarnak, hogy dolgozzak együtt az ottani színészekkel. És aztán abból lesz, ami lesz. De hát ez első körben arról szólt volna, hogy ez egy ilyen közös improvizáció lesz, amiből, tehát hogy ott születik maga a szöveg is. Én meg elég lassú vagyok, tehát hogy nekem sajnos az improvizálás az nem erősségem. Tehát irigylek mindenkit nagyon a közi oldal. Viszont volt egy darab, amit Eszenyi Enikő kérésére a Vígh Színháznak írtam, csak ott én elutaztam, és akkor félbe maradtak a munkák, és akkor arra gondoltam, hogy ezt a gyakorlatilag saját szöveget rendezem meg, úgyhogy most november közepén elkezdtünk dolgozni. Nagyon féltem. Iszonyatosan féltem tőle az elején, mert ugye olyasmi bevág bele az ember, amihez papírforma szerint túl sok köze nincs. Én egy ilyen nagyon köztes állapotban vagyok, tehát színházi embernek soha az életben nem merném mondani magam, de annál sokkal több közöm volt már gyerekkorom óta a színházhoz sem, hogy sima civil legyek. Tehát ez egy ilyen kötéltánc. De hát most úgy néz ki, hogy ez elkezdett működni. Elégedett vagy úgy magad előtt, tehát a munkáddal az első rendezés terén, tehát a rendezés az nehéz volt, vagy... Nézd, a munkáról én
nem mernék most semmit mondani ebben a pillanatban. Azzal vagyok elégedett, hogy jól érzem magam. Tehát azzal vagyok elégedett, hogy úgy néz ki, hogy a többiek szeretik, fontos nekik, nekem is fontos, senki egy pillanatig nem éreztette azt, hogy én egy civilként sétáltam be a Nemzeti Színházba. Ez jó. Aztán, hogy milyen lesz az előadás, azt majd meglátjuk 30-án, január 30-án, akkor lesz a bemutatója. Kemény Istvántól pedig azt kérdezném, hogy amikor itt volt Eszterházy Péter nálunk Székelyudvarhelyen 2013. novemberében, azt mondta, hogy ha Ady Endre most élne, akkor olyan verseket írna, mint a fiatal Kemény István és a fiatal Télei János. Kemény Istvánról tudjuk, hogy ő szlemmerekkel is szokott együtt fellépni Budapesten, és ma találkoztunk Marosvásárhelyen Kovács András Ferenccel, aki azt mondta neki a találkozásnál, hogy ő már 25 évvel ezelőtt írt szlemmet, mármint kaf. Én azt kérdezném tőled, hogy hol helyezed el te most a költészetet, tehát a mai magyar költészetben hol helyezed el a te munkásságodat? Tehát mennyire férsz bele, hogy akár az újabb generációval is ugye együttműködj, fellépj velük, mennyire, hát ez már igazolja azt, hogy el is fogadod őket. Egyáltalán, tehát hol tart ma Magyarországon a költészet szerinted? Ilyen jó kis egyszerű kérdés. Jó estét kívánok! Én léptem föl szemmerekkel, de azért magamat nem nevezném annak, de ismerek szlemmereket, például az egyik lányom is az, és hát ennek kapcsán, meg sok minden más szála kapcsán elég sok fiatal, meg gyerekem lehetnek költő ismerek. És még jóval több van, akit meg nem csak kéne. Szóval azt nem merném mondani, hogy a mai magyar költészet állapotáról, tehát hogy igazából be tudom látni, sőt, ahogy itt telnek az évek, inkább, mint hogyha afelé haladnék, hogy kevésbé tudom. Tehát régebben sokkal könnyebben mondtam rá valamit, hogy na ez így és így van, mert hogy ezt legalább átlátom, nem látom, inkább az van, hogy nem látom át. Az biztos, hogy létezik olyan, hogy szlem, de hát azt nem kell magyarázni, mert Erdélyben lehet, hogy nagyobb szlemélet van, mint Magyarországon, és ez például egy viszonylag új jelentet, az, hogy Kaf 25 éve írt szlemet, abszolút belefér a dologba. Ezt se tudnám definiálni, hogy pontosan mi az, hogy szlem. Nagyon sokan elutasítják őket, tehát nem fogadják el őket. Az idősebb kritikus generáció az nagyon kategórikusan elzárkózik a méltatásuktól. Pro és kontra, tehát nem is dicsérik őket, nem is támadják is benned. Látunk egy ilyen, hát egy folyamatos megújulást, nem csak, hogy fellépsz velük, hanem, hogy ahogy mondtad, a lányod is, úgy a családon belül is, ott azt nem. Hát valamennyire az van szerintem, hogy ami van, az van, tehát hogyha létezik egy olyan, hogy szlem, akkor ami tényleg valamennyire átmenet a normál megszokott költészet és a színpadi produkció között, akkor az egy tény, az kár önmagában megítélni, vagy tehát az általában aki megítéli, az egy kapásból szokta. Valószínűleg nagyobb százalékban van rossz szlem szöveg, mint normál vers szöveg, bár normál vers szövegben is igen sok szar. És szokott jelenni. És mi a véleményed arról, hogy egyesek közülük úgymond átjárnak a költészetbe, tehát hogy könyvet is adnak ki, míg mások árulónak tartják ezeket. Azt mondják, hogy aki könyvet készít, az elárulja a szlemmet.
Ezt én még nem hallottam. Ezt egész konkrétan Indiana mondta, és Said is, tehát Süveg Mark Said, amikor itt volt a Kudorhelyen, amikor szóba került, hogy lesz egy könyv, akkor azok árulók, akik könyvet készítenek. Ez lehet, hogy valamilyen savanyú eszélő effekt is van belőle, mert mind a két említett szerző olyan, hogy tehát olyan tehetségesek, hogy ha akarnának, akkor simán lehetne könyvük. De ezek szerint ők... Köszönöm szépen, és akkor megkérjük Philip Florianot, hogy olvasson fel nekem. Remélem nem kell fordítanom, mert a műfordítás az tényleg nem improvizáció, úgyhogy megértik. Voi citi absolut la întâmplare, de undeva din spre începutul romanului, dar sper să se înțeleagă. De ea pasură, deloc îndărădnică și de calul roi, harnic și onest, s-a despărțit la gara din Magdeburg. I-a achitat vizitiul onorariu, le-a lăsat un hamal să se ocupe de întregul calabalâc, și cu coșul de răchită pe braț a intrat într-o bodegă din apropiere, în amurg, când un felinar verzui se bălăbânea deasupra ușii. Deși a comandat păstrăv în smântână ca să se bucure împreună de cină, motanul a refuzat să mănânce. Era a 11-a oară de la plecare. Strâns covrit, cu părul zburlit și cu labele din față lipite de ochi, Siegfried părea tare bolnav. Dentistul a clipit și a aprins pipa, a lansat rotocoale de fum spre tavan și a sorbit dintr-un lichior de coacăză. Apoi au petrecut noaptea și prima dimineață în tren cu țăcănitul roților, cu pufăitul și țignalele locomotivei, cu peisajele văratice din sud, cu amabilitatea imperturbabilă a conductorului și cu trâncăneala unui mic agent bancar care își vizita sora la un sanatoriu din Graubünden. Abia la Zürich, în mansarda unui hotel ieftin, Iosef și-a luat prietenul în brațe, l-a mângâiat, a apăsat în creșteci și sub bărbie, l-a strâns la piept și i-a vorbit precipitat. I-a explicat lucruri pe care motanul cu siguranță nu vroia să le audă, până oară de ce ne-au ales drumul de fier din prima clipă și s-au târâit 150 de kilometri cu trăsura. De ce nu s-au îndreptat direct spre est și au apucat-o către vest și sud, ajungând până în Elveția? De ce e nevoie de un pașaport fals, cum duruie tobe la două armate, cum se agită steagurile de luptă și cum mărșăluiesc trupele? De ce proprietăreasa pensiunii din Berlin, amicii și fetele de la 11 țâțe trebuie să știe că el s-a mutat la Stuttgart și nu că a pornit în căutarea unui principe aventurier? De ce un rege e un rege, indiferent de starea dinților? Cum e să numeri și să strângi în palmă monede de aur? De ce orologiile bat pretutindeni și, în fine, de ce oamenii îmbătrânesc? Aici, la cuvintele despre timp și vârste, Siegfried a tresărit. A ciulit urechea neagră, cea albă rămânând ploștită, și a ridicat vârful cozii. Vocea stăpânului se înmuiase, mânghierile se leneviseră. Aerul din odaie se făcea tot mai cald, probabil de la acoperișul încins și de la mărturisirile care începeau să curgă. Dar mai întâi, ca dintr-un ibric găurit, au picurat destui strop de sinceritate. Stropii s-au strâns într-un loc de apă, mic, oval, licăritor în tihna amiezii, iar apa a prins-o ia la vale pe podele un firișor subțire și curat, un lichid care se zărea și nu se zărea. Fiind alcătuit printr-un capriciu alchimiei, numai din vise, dezamăgiri, speranțe, răni, presupuneri și deșertăciuni. Herr Strauss, care în miezul ultimei ierni, în ianuarie, ziua 8-a, împlinise 30 de ani, zicea tot felul de lucruri. Nu povestea, nu turuia, zicea pur și simplu că vrea să iasă dintr-o fundătură, că pe lume există o mulțime de țâțe, în orice caz mult mai mult de 11, că tot ce e monoton tâmpește, că berea și șnapsul sunt bune, dar nici vinul nu-i de aruncat, că orice târgușor geme de pisici tărcate, pătate, albe și negre, gri, galbene, schiloade sau dolofane, ceacâre, șchioape, de toate felurile, că un incendiu care te lipsește de o mamă și de o soră îți perpelește în veci inima, ți-o usucă și ți-o afumă ca pe pastramă, că vin un ceas deodată când nu te mai leagă nimic de nimeni și nici de cei în jur,
că dincolo de un imperiu de trei lanțuri de munți și de câmpine cuprinse, e posibil să te naști încă o dată, că a fi dentistul unui rege nu-i totuna cu a stoarce puroiul din gura unui capitan de dragon, că o nevastă înseamnă copii, că o țară nouă e un loc nou, iar un loc nou e o șansă nouă, că partidele de whist se pot juca oriunde, că prezentul și tristețea seamănă cu căcatul, iar viitorul poate să arate cu mila Domnului mai bine, că o nevastă înseamnă o mamă, că un cotoi tânăr are sămânță cât se umple pământul cu pui, că dincolo de un imperiu de trei lanțuri de munți și de câmpine cuprinse nu-o fi raiul, dar nici iadul n-are cum să fie, că dacă gâștele au salvat Roma, iar țara aia și-a luat numele de România, s-o găsi pe acolo destul ficat pe care să-l prăjești cu felii de măr, cu piper negru și cu ceapă, că o nevastă e o soră, că niciun drum nu e fără întoarcere, că întotdeauna chiorul în țara orbilor e împărat, că o nevastă înseamnă o femeie, dar nu orice femeie, una ieșită dintr-un ou de înger sau de drac. Așa, bun și așa mai departe, toate astea le-a zis Iosef Strauss în mansarda unui hotel din Zürich, pe când camera devenise dogorătoare, iar la sfârșit i-a cerut iertare motanului și a tăcut. Chiar atunci, Siegfried tolăni de o vreme pe pieptul bărbatului șaten și slab, cu botul potrivit între claviculele bărbatului palid și inimos și privindu-l drept în ochi pe bărbatul cu ochi căprui și mari, a țâșnit spre fereastră și a prins din zbor un muscoi uriaș. L-a înghițit, pe urma miorlăit ascuțit, ca și cum foamea l-ar fi înțepat în pântece. Köszönjük szépen, és Bartis Attilát kérem, hogy mielőtt beszélünk az új regényéről, olvasson fel nekünk a Vég című munkájából. Valamelyik kora reggel, amikor jöttem a nyomdából, egy rendőrautó állt a ház előtt. Nem kék-fehér, hanem amelyiknek csak a rendszámából lehetett tudni a hovatartozását. Összeszorult a mellkasom, mint egy csapda. Megálltam egy kapuvadodét. Biztos voltam benne, hogy apámhoz jöttek. Elképzelni nem tudtam, hogy miért, de hogy hozzá, vagy érte jött ez az autó, az kétségtelen volt. Nem tudtam, mi jobb, ha felmegyek, vagy ha itt várok lent az utcán, mintha ezen múlna bármi is. Aztán rájöttem, hogy nem figyelhetek alig pár méterről a nyílt utcán egy rendőrségi autót. Körülnéztem, a trafik még zárva volt. Nem elbújni akartam, hanem a legjobbkor lenni jelen. Jelezni, hogy látom őket. Hogy látom, amikor apámmal együtt beülnek. Oda menni és azt mondani, hogy délre várnak keresztesik ebédre, ne felejtse el. Mintha ezen múlna bármi is. De mégiscsak jelezni, hogy számolniuk kell velem, meg keresztesékkel, meg az egész világgal. Számolniuk kell vele, hogy apám már leülte a magáét, és azóta nem történt semmi, ami miatt hajnalban, civilre festve autóval értem látnának. Mondom, a trafik... Mondom, a trafik még zárva volt, az utcán nem maradhattam, úgy döntöttem felmegyek. Legfeljebb a lépcsőházban találkozunk. Amennyire beláttam az autó ablakán, egy civil ült benne mindössze a hátsó ülésen. Dohányzott. Épp csak felém mozdította a fejét, amikor elmentem mellette, de nem nézett rám. Abból, hogy nem sofőr ült a kocsiban, arra gondoltam, mégsem olyan magas rangú tiszt jött, aki sofőrrel jár. Tehát nem teljes készültségben jöttek. Meg végtére is már elég késő van. Tudták, hogy apám dolgozik, számoltak azzal, hogy esetleg nem is találják itthon.
Belügyi alkalmazottak hivatalos esetben mindig legalább párossával járnak. Vagyis a jobb első ülésen is volt valaki, ha egy a kocsiban maradt. Tehát odafent ketten vannak. Ebben biztos voltam, még mielőtt lenyomtam a kapukilincset. Apámat nyilvánvalóan a hátsó ülésre ültetnék, és az esetleges ellenállás leküzdése véget mindig ül valaki hátul is, aki már várja. Aki ajtót nyit, szükség esetén behúzza, vagy lefogja az embert. Ha a hátsó ülésen van valaki, az azt jelenti, hogy el is viszik azt, akiért jönnek. Bár apám esetében alig ha számolnak jelentős ellenállással. Amúgy ez persze mindegy, a biztonsági előírásokat nyilvánvalóan még egy bottal járó ember esetében is betartják. Úgy fordultam, hogy még egyszer rálássak az autóra, amikor becsukom a kaput. A férfi még mindig nem nézett rám. Ha nyílik és csukódik mellettem egy kapu, ráadásul pont annak a háznak a kapuja, ahova a szolgálatban jöttem, az a legtermészetesebb, hogy oda nézek. Kizárólag akkor nem nézek oda, ha azt a látszatot akarom kelteni, hogy az esemény nem érdekel, vagy észre se vettem, miközben a periférikus látásommal nagyon pontosan felmértem az eseményt. Az a fél mozdulat a fejével felém, amikor eljöttem a kocsi mellett, pont annyi volt, amennyi ahhoz kellett, hogy pontosan tudja, ki érkezett. Az, hogy ne ismernék fel akár hátulról is pont annak a fiát, akiért jöttek, egyszerűen kizárt. Megálltam a postaládánál, matadtam a kulcsom az ágyban. Arra gondoltam, hogy ha pont ebben a pillanatban csukódna fent a lakásajtó, akkor a postaládával húzhatnám annyit az időt, hogy ne egy lépcsőfordulóban találkozzunk össze, ahol egyszerűen elsietnek mellettem, hanem még ide lent. És így jelen lehetek, amikor apám az autóba ül. Ha elsietnek mellettem, akkor az utánuk fordulás, vagy az utánuk jövetel részemről már nem pusztán váratlan jelenlét, hanem valamiféleképp agresszió, és az biztosan nem jó. Lehet, hogy az agresszió elkerülhetetlen, lehet, hogy félrelöknek, vagy kapok egy pofont, de az én első fellépésem semmiképp nem lehet agresszív. Mert az biztosan nem tesz jót apámnak. Ezt mindenek előtt rajta verik le. Az én dolgom most pont az, hogy a jelenlétemmel valamiképpen figyelmeztessem őket, hogy nem lehetnek agresszívek, nem tehetnek meg bármit. Már nem matadhattam tovább a postaládával, odafent pedig még mindig nem csukódott az ajtó. Az első emeleti fordulóban voltam, amikor megláttam, hogy odaállt, a gang túl végén, a grófnő ajtaján kilép két civil. Papírforma szerint fel kellett volna lélegeznem. Kicsúszott a lábam alól a talaj. Végignéztem, hogy illedelmesen elbúcsúznak egymástól, a grófnő becsukja utánuk az ajtót, majd a két férfi elindul lefele a hátsó lépcsőn. Aztán eszembe jutott, hogy apám szinte soha nincs már itthon ilyenkor, mire én a nyomdából hazaérek, hogy ők ezt jobban tudják nálam. Hogy esélyem nincs biztosan tudni, mire számíthatok, mi történhet. Akár apámmal, akár velem, akár bárkivel. Ott bőgtem, mint egy hülye gyerek a lépcsőfordulóban, és csak azt éreztem, hogy erősebbek nálam. Hogyha tényleg hozzám csönket be két civil, tehetetlen vagyok. Köszönjük szépen, és Kemény Istvánt kérjük, hogy olvasson fel nekünk.